Kosztát nézni, kosztát szeretni azért is lehet, mert az ember jót szeret, nem csak mert tetszik neki, hanem büszke lehet arra, amit lát. Az Alföldi Iskola munkácsi realizmusának egyik követője, Koszta József munkássága saját bevallása szerint közel áll Lázár Jánoshoz. Kosztát egy olyan festőnek tartom, aki két dolgot tudott egyszerre, meglátta a magyar Alföldben mindazt, ami szép, meglátta ennek a vidéknek a szenvedését és nehézségét is, és ugyanakkor mindezt világszínvonalon tette. Világszínvonalú technika, világszínvonalú látásmód, világszínvonalú ecsetkezelés, egy lokális téma, egy helyi téma, vagy a számunkra fontos Alföld szeretete, hiszen szentesen egy tanya mellett alkotta ezeket a képeket. Szerintem a következő 15-20-30 évben a világnak ebbe az irányba kell változnia, hogy a globalizáció helyett a lokális értékek föl fognak erősödni, és ebben szerintem a minőséget kell képviselni, és Kosta abszolút jó példa erre, hogy valaki egy már akkor globalizált művészeti világban hogyan tudott helyi témával tulajdonképpen minőséget alkotni. Az országgyűlési képviselő mindehez azt is hozzátette, a különleges tárlatvezetéssel a helyi kultúra, a József Attila Múzeum támogatására szerette volna felhívni a figyelmet, hiszen hamarosan átadásra kerül a mintegy 2,66 milliárd forint állami támogatásból megvalósuló könyvtár is. Saját bevallása szerint jobban izgult a tárlatvezetést megelőzően, mint egy kormányinfó előtt. Kár volt, ugyanis a jelenlévő összesen mintegy 150 érdeklődő láthatóan élvezte a különleges programot, ahol az országgyűlési képviselő Kosta életéről, mindennapjairól, de még különleges posztimpresszionista és expresszionista stílusáról is beszélt a hallgatóságnak. Ezt a kis csirkét, ha megnézi valaki. Néhány ecsetvonással, a sötét és a világos különbségtételével, a feketével, szintén megint sötét, megint világos, árnyak, tónusok érzékeltetésével, ott egy kis csirke. Ha maguk kis csirkét akarnának ábrázolni, nem így kezdenének hozzá. Ebben egészen biztos vagyok. A maguk kis csirkéje nem így készülne el. Itt abszolút volt benne szakmaiság is, meg laikusoknak szóló információ. Egyébként ilyen tudásanyag mellett én is laikusnak érzem magam, bevallom őszintén, tehát fantasztikus sok új dologról hallottam, és teljesen most már más szemmel nézem azt a kiállítást, amit mióta fönt van ez a kiállítás, nap mint nap láthatok, amikor jövök dolgozni. Most már megtanulom mai naptól más szemmel is nézni. A tárlatvezetés három körben zajlott, ugyanis akkora volt az érdeklődés. Lázár János kérdésünkre azonban, hogy terveze hasonlót a közeljövőben, határozott nemmel válaszolt. Viszont amennyiben valaki lemaradt róla, de kíváncsi a különleges programra, televíziónk Facebook oldalán megtekintheti a videók között, valamint hamarosan egy hosszabb összefoglalót is műsorra tűzünk.